Kedves nézőink, talán akik az adás kezdete óta néznek minket, tudják azt, hogy emlékeznek rá, hogy kora reggel ugye arról beszéltem, hogy csodálatosan jó idő van, amit ugye onnan is lehet látni, hogy egyre több kerékpáros és rolleres van az utakon, úgyhogy most velük kapcsolatban lesznek mindenféle kérdés. Én Kádár Melindát köszöntöm a Magyar Kerékpáros Klub képviseletében, jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok én is! Legfontosabb kérdés elsősorban az, hogy már megint, illetve nem már megint, most nagyon újból elővették a KRESZ módosítását. Zajlanak egyeztetések a kerékpárosokkal? És hogy milyen irányban zajlanak? Igen, a kerékpáros szakmai civil szervezetekkel és a közlekedő tömeggel, illetve a Magyar Közlekedési Klubbal, mint a szakma civil oldalát képviselő szakértőkkel együtt a minisztérium egyeztet, és ezen kívül még a Közlekedési Tudományi Intézet van bevonva ezekbe a KRESZ-szel kapcsolatos egyeztetésekbe. Úgy látjuk, még az év elején, januárban volt a legutóbbi egyeztetésünk. Sajnos nem tudjuk, hogy mikorra fog megvalósulni mindaz, amit mi már 7 éve szeretnénk elérni. Na mik ezek például a kokáért? Csak egy pár példát. Például szeretnénk, hogyha bevezetnék a KRESZ-be a kerékpáros utca fogalmát, ami azt jelent, ami már nagyon sok külföldi országban létezik. Az ilyen utcákban a kerékpározóknak van elsőbségük, meghatározott alacsony sebességkorlátozás van, 20 km per óra vagy 30 km per óra, és minden esetben elsőbsége van a kerékpározónak az autó használóval szemben. Tehát az autósok is behajthatnak ezekbe az utcákba, de nem előszetik meg például az ott kerékpározókat. Szeretnénk, hogyha a vételen közlekedőket védő KRESZ módosítás jönne létre így idén vagy a következő évben, ami tulajdonképpen azokat a közlekedőket veszi védelme alá, akik nem autóban ülnek. Ezek a gyalogosok, kerékpározók, rollerrel közlekedők, és egy picit az ő szemszögükből vizsgálja meg a különböző típusú utcákat, útszakaszokat, hogy eléggé biztonságos-e a számukra. Értettem. A kerékpár utak növelését szeretnék elérni? És nem csak Budapesten, hanem összes más településen. És hogyan lehet ezt elérni? Igen, ugyebár a Magyar Kerékpáros Klub országos szervezet, nagyon sok területi szervezetünk van a legtöbb nagyvárosban, és mi azt szeretnénk tulajdonképpen nem is a kerékpár utak növelését, hanem az olyan utaknak a létrehozását vagy fejlesztését, ahol biztonságos kerékpározni. Tehát nem kötelező az, hogy mindenképp elválasztott kerékpárút infrastruktúra létesüljön a városban, hanem sokkal inkább legyenek olyan útvonalak, útszakaszok, ahol biztonságos közlekedni, még anélkül is, hogyha nincsen rajta kiépített kerékpárút. És erre nyilván van törekvés, és ezt szeretjük elmondani, mert sokan nem tudják, de az EU-ban Magyarország 3. helyen van a legbringásabb országok listáján. Na, ezt akartam, mert én kérdezni még pluszban, hogy itt Pesten jár, én mindenütt ezt látom. Alapvetően a vidék miatt. Nagyon sokan kerékpároznak a Dél-Alföldön. Szegeden úgy tudom, hogy a lakosság 16%-a használja napi szinten a kerékpárját. És a kerékpáros infrastruktúra létesítése az olyan városokban fontos, mint Budapest, ahol nagy az autóforgalom, hiszen ez tartja leginkább vissza az embereket a kerékpározástól, és emiatt félnek a leginkább, hogy nagy forgalmú sok autó halad el közvetlen mellettük, és ezért nem mennek kerékpárra ülni. Ilyen helyeken ajánlott igazából kerékpárutat létesíteni. Csökken a konfliktusok szám az autósokkal, vagy nem? Mi azt látjuk, hogy nagyon jó irányba halad, még annak ellenére is, hogy a média legtöbbször nem ezt hangoztatja. Aki kerékpározik Budapesten, az szerintem megtapasztalja azt, hogy sokkal előzékenyebbek az autóvezetők, és ez jellemzően azután szokott nagyon feltűnő lenni, miután megrendezzük az iBike Budapestet, ez a bringás felvonulásunk, ez idén április 20-án lesz. Tessék figyelni, április 20-án. Ez egy nagyon látványos, bicajos felvonulás. Így van, ez a klasszikus tavaszi nagy felvonulásunk, ami után 15 ezer ember kerékpározik azokon az utakon, ahol egyébként nem lehet, és ezt nagyon sokan látják, akkor utána így kicsit beépül az emberek fejébe, hogy ja, itt amúgy vannak mások is rajtam kívül.
Hát akkor erről szeretnék önnel még beszélgetni, hogy vannak mások is rajtam kívül. Ez egy nagyon fontos gondolat. Szerencsére nem látszik rajtam, és ez tulajdonképpen majdnem lényegtelen is, de én egy látássérült ember vagyok, ami azt jelenti, hogy én leginkább tömegközlekedem és gyalogosan közlekedem, és a közlekedés megkönnyítése véget én bottal jár, van egy fehér botom. Hát én nem tudom önnek elmondani, hogy hányszor kell nekem ezzel a bottal vívnom, amikor mondjuk én a zebrán átmegyek, és keresztbe a kerékpáros magasról tesz a piros lámpára, vagy velem párhuzamosan a zebrán kivág mögülem, elém vág. Én körülbelül az elmúlt két hétben hatszor, már bocsánat, Pestre, ezt taknyoltam majdnem el az utcán, pont ezért, mert valamiért nem tudom. Tehát a Kressz módosítás során, vagy a kerékpáros klubnak hányszor kell fölhívni a figyelmet arra, hogy drága kerékpáros barátai, a piros lámpa a zebra előtt, az nektek is szól, nem csak az autóknak. Tehát ez is egy konfliktus forrás. Ebben hogy lehet segíteni? Nagyon fontos a szemléletformálás. Igazából, hogyha arról beszélünk, hogy a kerékpározók mennyire szabálytalanok, akkor nem beszélhetünk erről anélkül, hogy elmondjuk, hogy egyébként az autóvezetők is ugyebár ugyanannyira szabálytalanok. Persze. Nekünk nem tudunk minden egyes kerékpározónál ott lenni és fogni a kezét és megkérni, hogy légy szíves, ne menj át a piroson, de szemléletformálás nagyon fontos ebben a témában, és az is nagyon fontos, hogy nem szabad általánosítani. Mert nem csinálja mindenki, ugye ez egy egyéni döntés, hogy akkor mennyire vagyunk szabálykövetők. És egyébként a magyar közlekedők nagy többségeire nem jellemző a szabálykövetés, és ezt kellene egy picit jobban beépíteni. Ezt akartam, hogy ezt az edukálás, ezt hogy edukálás lehet, és egyébként lehet? A szankcionálást, ami ugyebár a rendőrség feladata lenne, akik tudjuk, hogy kapacitáshiányban működnek már nagyon régóta, és hogy egyébként ezt is fontos lenne így fejleszteni. És akkor teszem ezt az autóklubbal közösen valamilyen edukálási vagy edukációs kampányt le kéne folytatni, de olyat, amiről vízhangzik az egész ország. És ezt mondjuk az interneten, tehát a közösségi oldalakon keresztül, még van elég nem is kerülne talán olyan nagyon sokba. Nagyon fontos lenne. Ugyanígy a BKK-val, a MÁV-val együtt, mindenkivel. Van valami ilyen típusú irányú összefogása, szándék, akarat? Abszolút. Igazából a BKK-val a buszvezetők és a kerékpározók közötti konfliktusokat szeretnénk most feloldani, erre az idén szeretnénk egy kampányt építeni, szeretnénk, hogyha ez utána bővülne tovább, illetve a futárcégekkel is vannak együttműködéseink, és a külföldi futárok oktatását szeretnénk minél hamarabb elérni, hogy azt látjuk, hogy ez egy jelentős nehézség így a városban, hogy nem vagyunk benne teljesen biztosak, hogy mindenki ismeri a Kressz szabályt, és ez szerint közlekedik, és ezért fontos lenne ezt bővíteni a tudásukat, és ebben mi nagyon partnerek vagyunk, és szeretnénk oktatásokat tartani, gyakorlati kerékpáros oktatásokat, nem csak elméleti, de van egy elméleti kiadványunk is, ami a kerékpáros kisokos, ebben a Kressz legfontosabb szabályai le vannak írva, és ezt minden kerékpározó igazából ingyen megtalálhatja a weboldalunkon, és magáévá teheti ezt a tudást. Ez egy nagyon rettenetes ötlet, persze nem tudom, hogy mint ahogy mondjuk azt mondjuk, legyen, ahogy autóra, buszra, teherautóra, mindenre van úgymond jogosítvány, mondjuk azt, hogy hát kötelező legyen valami, nem tudom, tehát nem valami tudással rendelkezni, mert hogy valami a kerékpárra ült. Az alapvető közlekedési szabályokat mindenki ismerje, és ezt régóta szeretnénk mi is elérni, és a minisztérium is támogatja, hogy általános iskolában legyen egy ilyen képzés, és legyen egy ilyen alapközlekedési ismeret, amire egy vizsga is épül, de nem kell nagy dolgokra gondolni itt igazából, tényleg, hogy az alapokat ismerje mindenki, és hogy ezáltal már maga biztosabban tud közlekedni a forgalomban is. Akkor kedves nézőnk, április 20-án mindenki, aki tud, üljön biciklire. Jajon. Minden nap üljön biciklire, aki tud, de április 20-án tessék biciklire ülni. Mi lesz az útvonal? Az útvonalunk idén a Népligetből indul, ez most egy újdonság, és az Üllői úti felüljárón is fogunk kerékpározni. Az jó. Végig az Üllői úton, majd a Ferenc körút és Petőfi híd. Innen ugye átérünk Budára, a Budai alsón haladunk tovább, Attila úton, az Alagúton át a Lánchídon, megünnepeljük, hogy
ugye kerékpározható és tömegközlekedőknek elsőbbsége van a Lánchídon, ezt kértük tavaly, és akkor ez egy nagy örömünnep idén. És tovább haladva a József Attila utcán, az Andrássy úton, a Hősökön keresztül a Városligetbe érünk, és ott lesz a nagy bringaemelés. A bringaemelés, amit nagyon szeret, amit egyébként nagyon lehet, nagyon-nagyon látványos. Tehát ez mindez a Ligetben fog történni, hát akkor ez egy izmos két és fél órás program. 14 kilométer, de teljesen családbarát, és ilyen lassú tempomban haladunk. Akár aki még tud, sétálhat is. Még akár az is, de rollerrel is lehet jönni, meg görkorival. Ez érdekes lesz. Köszönöm szépen, hogy tudtunk beszélgetni, és sok sikert ez a rendezvényhez is. Nagyon szépen köszönjük. Minden jót kívánunk.